Jó. Tehát akkor azzal folytatnánk, amivel befejeztük. Tehát az utolsó értéknek egy olyat írtam föl, hogy nemesítés. Na most az mára már elég közismert, hogy mit tudom én, például a búzát, azt itt nemesítették ki a Kárpát-medencébe. Úgy néz ki, hogy itt nemesítették ki a szürkemarhát is, itt nemesítették ki a pulit, a komondort, stb. De ez a Kárpát-medencének egy alapműködése. Tehát ugyanolyan, mint a bárka, mint a mozaikosság, mint a önellátás. Tehát az egyik fő tulajdonsága a Kárpát-medencének, hogy minden bekerülő érték itt átnemesedik. És ebben nagyon nagy szerepe van az ízeknek, a tájaknak, a vizeknek. Tehát én nem tudom elképzelni, hogyha egy normális ember elmegy a Balaton felvidékre mondjuk, vagy lemegy a Hortobágyra, vagy ilyen tájakba él, az ne nemesedjen meg. Tehát egy módon lehet itt nem megnemesedni, hogy az ember kiszakad a tájból, és ül egy ilyen gipszkarton hodályba, és utána beül a 600-as Mercedesébe, és a kettő közti időt pedig mondjuk egy liftbe tölti. Akkor nem tud rá tájhatni, és az ember olyanná is válik. És nem véletlen, hogy ebbe az irányba lögdösnek minket, nehogy véletlen, hogy kapcsolatunk legyen egymással, vagy a teremtéssel, még elkapunk valami vírust onnan, ugye? Na most, aki viszont a teremtésbe él, a természetbe él, az itt óhatatlanul megnemesedik a Kárpát-medencébe. És tényleg ez a Kárpát-medence feladata, egyik feladata, és emberileg is ez a feladat. Tehát nézzük meg ezeket a kárpát-medencei minőségeket, és nézzük meg, hogy bekerül ide egy tót, egy olá, egy vadrác, ami talán a legkeményebb emberi minőség a Kárpát-medencébe, és idővel bizony megnemesedik. Megnemesedik, és gondoljunk egy zrínyire, vagy mindenki tud ezzel egy példát, most nem ezzel akarom húzni az időt, de bizony ezek már olyan emberi nagyságok, amihez épp elég fölkapaszkodni. Nem nemesednek? Miért ne nemesednének? Az a helyzet, hogy bizony, hogy nemesednek. Bizony, hogy nemesednek. Tehát azért meg kell nézni egy Telleredét, vagy meg kell nézni egy Ganzábrámot, egy Vámbéli Ármint. Ezt nem lehet mondani. Meg kell nézni egy... Mit tudom én? Nem tudhatom, hogy másnak egy tájék mit jelent nekem szülőföldem, itt a lángoktól lehet kis ország. Ezt egy nem nemes ember nem tudja leírni papírra. Nem tud a hazaszeretetről így írni egy nem magyar ember. És egyet ne felejtsünk el, és akkor rögtön itt az elején tisztázzuk a nemesedésnél, hogy a magyarság az nem genetika, nem személyigazolvány, semmi köze, semmi ez, ami fizikai, ugyanis, és akkor át is térünk erre a bizonyos plusz programra, tehát arra, hogy a Kárpát-medencének a természet feletti értékei, a magyarság az semmi egyéb, mint egy vállalás, az egy vallás. És ez a vallás, ez legszebben, ugye Pap Gábor sokszor elmondja, hogy a népmeséink tulajdonképpen az a magyarságnak az ószövetsége, tehát az Istennel kötött első és eredeti szövetsége. Na most nekünk, az ószövetségünkben ugye az van, hogy elindul a három gyermek otthonról, az atyától, az atyai háztól, és ugye a legidősebbnek jut minden, a következőnek valami még jutogat, a legkisebbet meg elzargatják hamuba sült pogácsával. És a legkisebbnek nincs semmije, 93.000 négyzetkilométerre van, azt még azért is állandóan zrikelik, és eljön a feladat. Viszont a feladat az nem fizikai szinten van. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát nem űrsiklókat kell építeni, meg holdra szállni, meg mit tudom én, ikertornyokat alkotni, hanem meg kell letetni az egeret. A legkisebbet, a legelesettebbet, a legszürkébbet. És tulajdonképpen ez a poén az egészben, hogy a feladatot a két idősebb testvér nem tudja megoldani. Hiába van meg hozzá mindene, hiányzik belőle egy pici kis íz, ugye? A lélek. Tehát a lélek miatt, a lelke miatt nem tudja megoldani, és a büntetése az, hogy kövé válik. És ma az egész világgal ez történt. Lassan már minden le van betonozva, lassan már gipszkarton közt éljük az életünknek a 99%-át, a sírköveink kőből készülnek a fejfák helyett, ugye minden kőből lesz, kővé válik a világ. És hát ez a poén, hogy a legkisebb
fiú, az megoldja a feladatot, mert egyszerűen jó lelkű. Jó lelkű. Nincs semmije, de azt is odaadja. És ugye a népmesékben az a főnyeremény, hogy királylány meg a királyság, ugye felajánlják neki a főnyereményt, és ő azt mondja, és azt feleli, hogy addig nem megyek haza, amíg a kővé vált testvéreimet ki nem szabadítom. Na most ezt a vállalást hívjuk úgy, hogy magyarság. Na most, ha viszont ez a vállalásunk, legalábbis a hagyományrendszerünk szerint, akkor ehhez biztos, hogy mindent ide rakott az Isten fenekünk alá. Egyszerűen egy olyan logikából fakad, hogyha én elküldöm egy gyereket kapálni, adok mellé egy kapát, ugye? Tehát ha itt vagyunk egy feladattal, akkor az Isten ehhez a feladathoz mindent a rendelkezésünkre bocsájtott. Na most itt jön el az utolsó izgalmas pontja a Kárpát-medencének, ez pedig a vizeknek a kérdése. Vizeknek a kérdéséről annyit érdemes tudni, hogy a vízelem visz mindent a természetbe. Tehát anyagot, információt, energiát, mindent a víz szállít. Na most, azt nem tudom mennyire közismert, ugye a Kárpát-medence alatt van a világ harmadik legnagyobb vízkészlete. Tehát ebből nem az elsők vagyunk, de azért nagyon combos ez az egész készlet. Erről annyit kell tudni, hogy a Kárpát-medencének egy ilyen 5-7 kilométeres aljzata van, és ez gyakorlatilag ilyen kavicsos, meg homokos vacak, tehát egy marha nagy szivacs, úgyhogy hatalmas víztároló van alattunk. De ami a fontos ebben az egészben, hogy a Kárpát-medence alatt van egy padlófűtés is. Ez is egy különlegessége a Kárpát-medencének, tehát itt a legvékonyabb a földkéreg az eurázsiai térségben, ezért állandóan fűti a magma, és nagyon magas a geotermikus gradiens. Tehát ez azt jelenti, hogy ha bemennek a vizek, akkor viszonylag kis mélységben már fölmelegszenek, és ugye fölvesznek mindenfélét az ásványokból, kőzetekből. Mondtam, hogy nincs bekapcsolva. Be volt. Csak nem égett rajta a piros, de én úgy szeretek beszélni, hogyha ég a piros rajta. Na, és ami a lényeg, hogy összeszednek mindenféle gyógyító ásványokat, fölkerülnek a felszínekre, és itt egy nagyon érdekes dolog történik. Két következménye van. Az egyik következmény, hogy például eljegesednek itt hatalmas területek, akkor itt a hőforrások közelében meg tud maradni az emberi civilizáció, az emberi kultúra. Tehát nem hordákról beszélek, akik valahogy túlélik, hanem komplett civilizációkról. És amikor megszűnik ez a hatás, akkor egyszerűen újra kisugárzik ez a kultúra, ugye? Tanuljuk, hát tele vannak vele a tankönyveink, meg a gyerekeink tankönyvei, bádeni, péceli, ilyen, olyan, amolyan kultúra, csak nem értjük, hogy miért van az, hogy mindegyik itt találkozik a Kárpát-medencében. Hát azért, mert mindegyik innen indul ki. Tehát gondoljuk el, hogy mit tudom én, hévíz és környéke, ugye? Tele termálvízzel, tele meleg területekkel, megmarad a növényzet mentén megmarad az állat, állat mentén az ember, tehát megmarad egy civilizáció, és utána vége a jégkorszaknak kispriccel a Kárpát-medencébe, aztán mondjuk Miskolctapolcáról egy másik civilizáció megy ki. Amit tudom én, Alföldön is voltak természetes víz előfordulások, hévíz előfordulások, onnan is kispriccel egy kultúra. Így jött létre az eurázsiai civilizáció. Mi erre a bizonyíték? Az a bizonyíték, hogy van egy Tamana nevezetű rendszer. Ez a Tamana, ez egy kis bácskai falucska, és nem is tudom már hányszor, 30 körüli számon szerepel a világba, a névanyagákba, a helynévanyagába a világnak. Most ez a Tamana, ez olyan egybe csengéseknek a gyűjteménye, hogy van, mit tudom én, Tokaj Magyarországon is, meg van Japánban is, Bihar van Magyarországon is, vagyis hát igen, Magyarországon is van, de Bihar hegység például Erdélyben van, ugye, és ugyanígy van tartomány is, meg hegység is, van Indiában. Tehát ilyeneket szedtek össze, és ebből összejött egy Tamana nevű rendszer, és 7500 ilyen nevet számol jelen pillanatban, de például ilyeneket, hogy Tisza Márté, meg mit tudom én, Halmajugra,
Veszprém, de ilyen hosszabbakat, miket tudtok ilyen hosszabbakat? Mindegy, szóval egész elképesztő névanyag van. És ráadásul rendszerben van a névanyaga, tehát hogyha itt valahol van egy Tisza nevű folyó, valahol a világ egy táján, itt van egy Szeged nevű valami, a túloldalon meg lesz egy Makó nevű valami. Tehát ilyen teljesen rendszerben van az egész. Miért? Azért, mert elindulnak innen, és ha találnak valahol a világban egy hasonló ízű tájat, tehát egy hasonló rezgésű tájat, azt így fogják elkeresztelni. És ebben az egészben ez a gyönyörű, hogy annyi bizonyíték van már erről az egészről, hogy innen származik minden a Kárpát-medencéből, hogy most már egyszerűen szerintem az akadémikusainkon kívül mindenki észlelt, vagy ébredt már, hogy mi van. De gondoljunk el, hogy innen származik a világ első írásos emléke, ugye a tatárlaki amulet, 750 évvel idősebb, vagy 700 évvel idősebb, mint a hasonló sumér írások. Aztán innen származik például a első szekérlelet, ugye ez még a mi tankönyveinkből volt, benne volt, már a fiamében nincs benne. Úgy látszik, ez már azóta érdektelenné vált, de mindesetre az első hangszer innen származik. Lehetne sorolni az idők végeztéig, de gyakorlatilag az első embernek mondható ember prototípus is innen származik a Kárpát-medencéből. Szóval ezek döbbenetes tények, csak hát erre nem figyelünk oda valahogy. Na most ez pontosan a vizekkel van összekapcsolva, összekötetve, viszont a víz a legjobb információszállító. Tehát ezért használunk szentelt vizet, vagy homeopátiában ezért használnak vizet, és mondjuk nem alkoholt, pedig mennyivel jobb lenne. És ez az oka, ami miatt gyakorlatilag a Kárpát-medence ízei újra és újra tudják oltani ezeket a civilizációkat. Tehát egyrészt melegen tartják, energiát is szállítanak neki, információt is szállítanak neki. És ezek elképesztően fontos dolgok. És ne felejtsük el, az ősvallásunknak a legfontosabb szent helyei azok a szent ligetek voltak a szent források körül. Hát ez mi volt? Ez maga egy ízgyűjtemény volt. Még az ember csinált egy-két szertartást, és nem kellett sokat molyolni az Istennel. Na, tehát a vízkérdésről még valamit szeretnék mondani. Az, hogy már a víznél feltűnik valami, és ezzel átmentünk erre a bizonyos természetfeletti értékekre. Feltűnik az, hogy gyógyvizek. Tehát gyógyvíz nem sok van a világban, gyógyvizekben viszont elsők vagyunk a világon. Elsők vagyunk. Mennyiséget tekintve mondjuk több meleg víz van Grönlandon, vagy Izlandon, csak az a helyzet vele, hogy ott egyetlen egy típusú gyógyvíz van csak. Tehát ahhoz, hogy gyógyvíz legyen valami, ahhoz nem elég, hogy meleg a víz, hanem kell egy bizonyos oldott ásvány tartalma legyen, és ráadásul többféle, ötféle ilyen gyógyvízfajta van, Magyarországon mind az öt csoport megtalálható. Tehát már jelez valamit, hogy hát itt bizony valami a gyógyítással kapcsolatos. De ha hozzáveszünk a többit, hogy például tele vagyunk gyógynövényekkel, elképesztő mennyiségű gyógynövény van. A szünetben az egyik úrral beszélgettem, aki mester szakács, és ugye beszélgettünk az ízekről, és mondta, hogy hát régen mit tudom, hány száz fűszernövényt használtak. És mondta, hogy de ebből látszik, és ez most egy nagyon fontos dolog, amit elmondok a magyar kultúráról, és talán ezzel kellett volna kezdenem, hogy most képzeljük el, elvesznek, mondjuk az összes szakácskönyvünk elveszik. És idővel jön egy jó ízlésű szakács, és azt mondja, hogy hát milyen érdekes ez a gyógynövény, próbáljuk már meghasználni fűszernövényként. És már is az egyik fűszernövényünk visszajött. Ugye? Mert egyszerűen ahogy a gyógynövényeink szorultak ki, és ez a tudás, ami a gyógynövényekbe őrződött, ez veszett el, úgy vesztek el a fűszernövényeink. Mit mondta? Mi a magyarnak az egyik legfontosabb tulajdonsága, szellemi tulajdonsága? Az is. Nem vagy gyógynövény, vagy fűszernövény. Gyógynövény is, és fűszernövény is. Na most ez azért fontos, mert ennek alapján bármikor vissza tudjuk állítani az összes fűszernövényt. Egyszerűen végig kell kóstolgatni mi a fenéket, a gyógynövényeket, azt rá kell jönni, hogy mi melyikhez jó, melyik ételhez jó, és már is visszaáll az egész rendszer. És ez a lényege a magyar kultúrának, egyáltalán szerves kultúráknak, hogy hologram jellegű. Tehát a hologramban az a lényeg, hogy a teljesség megőrződik benne, ugye? A teljes valaminek a képe, ezért lehet mögé menni, meg ezért háromdimenziós. Hologram, egész kép, ugye? Na most ez van a magyarsága is, hogy
itt hiába vesznek el a fűszernövények, vagy a barantába gyönyörűen tetszik. Erről is beszélgettünk, hogy ugye a gyerekeket nem lehet megfogni, meg nem érdekli a történelmünk, meg, dehogy nem érdekli. Az nem érdekli, hogy hányba kit vertek meg, mert ma ezt tanulják. 1800 köbgyök píbe, milyen csatát vesztettünk, melyik hadvezérünk halt meg, hát ki a fenét érdekelne ez? Erről szól az egész történelmünk. Mit vesztettünk el, mit csesztünk el, ki rugott belénk, nem érdekel. Nem érdekel, engem se érdekel, nem csak a fiamat. Viszont az esetleg érdekelné őt, hogy hoppá, hogy is volt ez a rugás, ez a fogás, ez a botoló, ez a kardvívás, ez a mit tudom én, mi ezek, hogy is vannak? Na most a baranta az például erről szól. Baranta az erről szól, és eszméletlenül hat a gyerekekre. És utána persze, hogy elkezdi, hogy igen, és ezt hol is használták? Egyébként ez is a hologrammal kapcsolatban mondtam a barantát, meg ezt a magyar harcművészetet. Itt is mi volt? Teljesen elveszettnek két kultúra, azt mondták, hogy magyar harcművészet nincs. És akkor egy Vukics Ferenc nevű jó ember, aki majd jön a sorozatba, elkezdte összeszedni ezt a tudást. Tehát egyszerűen az, hogy hát hogy is van ez? Ezek a kanásztáncok, ugye botolók, botokkal vívták. Ugye már egy harci tudás megvan. Aztán ott voltak ezek a mindenféle toborzók, verbunkosok. Ugye hát pont erről szólt, hogy toborozták a katonákat, régen a legjobbakat vitték katonának, ugye? És mit kellett? Hát hogy megnézni, hogy milyen a mozgása esetleg egy ütésnél, egy rugásnál, egy stb. Tehát ezt én nem tudom megmutatni, de a kicsi majd szünetben megmutatja, vagy a végén megmutatja. Tehát amikor az ember felugrik, például vannak ezekben a verbunkosokban ezek az ugrások. Hát ezt egy béna ürge, ez nem tudja, például én nem tudom megcsinálni. Tehát engem nem vittek volna katonának, de például kicsit elvitték volna katonának. Tehát ezek olyan tudások, amik bármikor begyűjthetők, bármikor összegyűjthetők, mert itt van, a mai napig élnek. És ezért nem kell elkeseredni, és ezért mondom, hogy most nincs ilyen, hogy végünk van, mert egyébként a végünk vanra akartam még egy idézetet fölhozni. Simon Peres, izraeli államelnök október 10-én beszédet mondott Tel Avivba a kereskedelmi, mit tudom én, miknek az évi közgyűlésén. Manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmakat alapítani. Nézzék meg, hogy mekkora birodalmat épített ki magának rendőrség és katonaság nélkül Bill Gates, és azt is láthatják, hogy micsoda ereje van neki. A kormányok ezzel szemben nem képesek realizálni az erejüket, van költségvetésük, de nincs pénzük. A kormányok tehát képtelnek az eredményes működésre, de a cégeket nem kötik gúzsba a korlátozások. Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek precedens nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségüket, felvásároltuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot. Na most ezt azért mondom, mert nem tudom ki mennyire ismeri, de a Holdon is lehet telkeket venni. Tehát az interneten rámegy az ember egy honlapra, leperkál 100 dollárt, és akkor kap, mit tudom, egy hektárnyi területet a Holdon. Na most körülbelül a kettőnek ugyanaz lesz az értéke nem sokára. Tehát a magyarországi, illetve a holdbéli tájnak ugyanaz lesz az értéke, mert ugyannyira elérhetetlen lesz. És ezt maga a természet és a teremtő fogja biztosítani. Tehát teljesen ezért mondom, hogy nem ilyenekkel kell vekengeni. Az a baj, hogy ezek papírtigrisek. Ettől félünk, és a félelem az elveszi a teremtő erőnket. Most mi van akkor, hogyha megvesznek 1000 hektár földet, és mondjuk erről van egy írás egy izraeli széfbe, vagy egy New Yorki széfbe, vagy egy mit tudom én milyen. Nincs jelentősége. Egyszerűen nincs jelentősége. Ez a föld, ez itt marad, és a föld azé, aki megműveli. Így van. Vas Albert, Kard és Kasza, alapunk a tessék elolvasni. Gyönyörűen mutatja, hogy akkor vesztette el a magyarság a földjét, akkor bukta el a Kárpát-medence egy részét, amikor azért, mert az kényelmesebb volt, ugye elkezdte behordani a tótokat, az oláhokat, a mit tudom miket, és ezeket kezdte dolgoztatni. Na most el szoktam mondani ilyen természetgyógyászati előadásokban, hogy van egy nagyon egyszerű dolog, ugye valamit nem csinálunk meg, és a teremtő mégis megcsináltatja velünk. Erre egy gyönyörű példa ez a Cindy Crawford kazetta, ugye?
Cindy Crawford kazetta az annyi, hogy vannak benne ilyen mozgások, nőknek utána kell csinálni, és akkor olyanok lesznek, mint Cindy Crawford. Ez a lényege. És nézem a kazettát, és mondom, a francba állt a nagyapám még így kaszált, ugye? Hát a nagyanyám az meg így gyomlált, ugye? Csak azt miért tette? Hogy a családját ellássa élelemmel, azaz élettel. És jól érezte magát abban. Hát nézzük meg, hát a nagyszüleinket, ez egy döbbenetes élményem volt, akteleken vezették be a gázt ott a kis falvakba, olyan falvakba, hogy eleve lehet tudni, hogy soha nem fogja megérni. Hát egy, nem tudom hány milliárd forint egy ilyen falunak a gázellátása, csatornázása, stb. És tudja az ember, hogy ez az életben nem hozza be a pénzét, de nem is azért csinálják. Ezt egy miatt csinálják, hogy félelembe lehessen tartani az embereket. Mert ugye amíg az ember kimegy az erdőre, kivág egy kis fát, azt hazahúzza a kis izén, targoncán, addig nem fél, legalább ettől nem fél, még ha többi vacaktól fél is. Egyébként az egész önellátást ezért kellett kikapcsolni. Régen a Kárpát-medencének 1/5 élt tanyán, és a Dunatisza közén pedig ez 1/3 volt. Minden harmadik ember tanyán élt. Teljes önellátó rendszerbe. Egy tanyának tudjuk, mi volt az inputja meg az outputja havonta. Körülbelül 1 liter petróleum ment be, és 1 liter pálinka ment ki. Körülbelül ez volt a... Ez halálkomolyan mondom. Semmi más nem. Teljes önellátó volt. Ugye petróleum kellett világítani, mert az úgy kényelmes volt. A pálinka az ment az orvosnak, ment a bírónak, ment a izének, tehát az meg ilyen, hogy is mondjam, ingyenes adományként ment. Na de várjunk, honnan kanyarogtam ide, mert most megint elvesztettem a fonalat. Ja igen. Na, tehát a következő a helyzet, ha valamit nem csinál meg az ember, azt megcsináltatja vele így is, úgy is a teremtés. És ez a lényege egyébként a magyarságnak is, hogyha nem csináljuk meg a feladatunkat, úgyis addig fog rugdosni minket a teremtő, amíg meg nem csináljuk. Csak mennyire más az, hogy magamtól, és mindig más feladatot, és egyszer krumplit szedek, akteleket akartam elmondani. Aztán krumpliszedésnél tartunk majd, hogyha nagyon elkalandoznék ide, felrajzolom, jó? Tehát következőt képzeljük el, akteleken elkezdték bevezetni a gázt, és 2 döbbenetes következménye volt, elkezdtek az öregek hullámokba meghalni. Hullámokba. Ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy a középkorúaknak mindenkinek gerincsérve, meg mindenféle gerinc problémája keletkezett. Mi az első jelenség? Az az első jelenség, hogy az öregek meghaltak. Tehát az öregek, ha egy civilizációban semmi más nem tudtak fizikailag csinálni, még akkor is fogták kis venyigét, kis fejszével fölaprították, és legalább fűtöttek a családnak, ők adták a család melegét. Minden szinten, tehát átvitt értelemben is. Na most, amikor ez a tudás eltűnt, vagyis nem eltűnt, feleslegessé vált, mert ugye a konvektort nyomkodni ahhoz nem kell sok ész, akkor egyszer az öregek azt mondták, hogy milyen fenét keresek én még itt. Azt elmentek. Na most a második, a hátnál pedig a következő történt. Itt egyszerűen az történt, hogy ez egy nagyon fontos mozgás. Ez pontosan a gerincet rendezi, ugye a fejszével ez a... Nézzük meg, hát az ember elmegy, megnéz egy ilyen... víz alatti tornát, ugye ezeket a mozdulatokat csinálják. Csak már nincs a kezükbe fejsze. Ezért nem is olyan hatékony. Most ezeket azért mondom el, mert ezeket ma megspóroljuk, és nem lehet megspórolni. Tehát majd itt a gyógyító tudásnál visszatérünk rá, hogy ha semmi egyebet nem csinálnánk, most építünk egy falut. Tehát a mag épít egy falut, ez magfalva, monor és gomba között. És nekem az a nagy álmom, azon kívül, hogy egy normális közösség legyen ott, tehát az, aki a másikért él, és nem a másikból. Az a nagy álmom, hogy oda megy egy beteg ember, és semmi más nem csinál, csak úgy él, mint egy paraszti kultúrában 100 évvel ezelőtt. Ugyanis a betegség az micsoda? Kiestünk az egészségből, a teljességből. Na most, ha visszaadjuk a teljességet az embereknek, akkor automatikusan meggyógyul, nem kell ez nagy mágia. Na most föl kell... Amikor a nap kell, vagy előtte, megeteti az állatot, megfej, fát vág, ás, kapál, tapicskolja a vert faluházat. Hát az ilyen láb, gomba betegségek, bőr betegségeknek legalább a 90%-át egy egyszerű sártaposás megoldja.
pont ez a baj, hogy nem járunk mezitláb, de például a hiánybetegségeink is megszűnnének, hogyha legalább mezitláb járnánk, meg koszos lenne a kezük. Ugyanis a bőr az automatikusan elkezdi fölvenni a hiányanyagokat, ezért izzad a tenyerünk, ha egy olyan anyagból készült fémrudat megfunk. Hát ez egy orvosi teszt egyébként, mai napig használják. Na, visszatérve, krumplit azt most már letörlöm, arra nem lesz idő, de visszatérve a gyógyításra, tehát gyógynövény, gyógyító ásvány, és akkor itt megint álljunk meg egy pillanatra. Egyébként a gyógynövényről még annyit, hogy valaha egész Európa ide járt a Tisza ártereire gyógynövény gyűjteni. Tehát például Csontvári apja az közismert, hogy gyógyszerész volt, ő például a Tátrából járt le ide rendszeresen gyógynövény gyűjteni. Na, a gyógyító ásványoknál az a helyzet, hogy még nem teljesen ismerjük a rendszert, ami régen működött, az biztos, hogy ezekre a hiánybetegségekre, tehát ami ma nagyon szegény a táplálékunk mindenféle nyomelemekből. Tehát ezt az összes multivitamin, meg mindenféle francot ezért találták ki, csak az a baj, hogy ezeket még nem tudja fölvenni a szervezet. Nem tudja fölvenni a szervezet, mert nincs olyan oldható vegyülete. Hiába esszük ezt a multivitamin A-tól Z-ig, az úgy, ahogy van, megy az outputba. Most ezen két dologgal lehet segíteni, az egyik a gyümölcs. Tehát most csináltak is ilyen gyümölcskoncentrátumokat, ezt biztos ismerik, ilyen hideg desztillációval kivonják, csinálnak egy ilyen legfárszerű, valamit 10 000 forintért. Ez az egyik út, tehát például, hogyha régi gyümölcsöket ennénk, ami még teljes táplálékkal rendelkezik, tehát nem ilyen vegyszerezett, felfújt valamit, hanem régi növényfajtákat, normálisan vegyszer nélkül, az például még működne. A másik út viszont pontosan a földdel való bánás. Például valaki allergiás, próbálja ki egyszer. Semmi, kertészkedje egy picit, földdel, legyen földes a keze. Ezek hihetetlen egyszerű dolgok. Na, ami a lényegben, hogy gyógyító ásványok közül például van egy csomó olyan anyag, ami eddig legalábbis nem találtak még máshol. Például az alginit is ilyen. Zeolit az van máshol is, itt viszont töménytel mennyiségben van. Na most ezek az ásványok, ezek nagyon érdekesek, hatalmas felületűek, gyakorlatilag az egész Mendelejev tábla bennük van, és ami döbbenetes, hogy pillanat alatt tudnak talajosítani. Tehát, hogyha sziklára rászór az ember pár grammot, elindul a talajosítás. Na most ez azt mutatja, hogy nem csak a föld gyógyításához, vagy nem csak az emberek gyógyításához kaptunk meg mindent, hanem a föld gyógyításához is. És nem sokára itt van az az időpont, amikor majd a sivatagokat szépen meg kell próbálni visszaalakítani és talajosítani. Tehát ez a mindenesetre ez a vízkérdés, tehát nézzük meg, itt van a Kárpát-medence középen, és itt jönnek föl ezek a vizek, ezek a termálvizek, és egy csomó információt hoznak föl. Na most próbáljuk meg megnézni azt. Tehát most már azt is látjuk, hogy biztos, hogy valahol a gyógyítás a feladatunk, és a gyógyításhoz valamiért megkaptunk mindent. Nagyon elkalandoztam, elnézést, mert nem fejeztem be a krumplit. Krumplit azért akartam csak, hogy most képzeljük el, van egy ilyen tanya. Tehát nálunk nem úgy fog kinézni ez a gyógyítás, hogy óriási ilyen gipszkarton kórházak lesznek, akkor ilyen CT-k, MR-k, mindenféle nyekegőgép, hanem úgy fog kinézni az egész, hogy valahol majd szépen visszaállnak ezek a kis teljességek. Tehát létrejön egy-egy magfalva, aztán 100, aztán 1000. Aztán jön a nyugati, egyébként a nyugati már érzi ezt. Tehát a Balaton felvidéket... hihetetlen. Tehát ott már gyakorlatilag nem beszélnek, mondjuk Szigligeten nem beszélnek magyarul. Most voltam ott tök frissen, és hihetetlen. Minden második előtt ott áll a német rendszámú Mercedes, és akkor ülnek kinn és borozgatnak. De ez nem baj. Ez azért nem baj, mert még egyszer mondom, a Kárpát-medence úgy működik, hogy nemesít. Tehát volt már itt ilyen, a török után gyakorlatilag nem maradt magyar a Kárpát-medencébe. Mi történt? Az történt, hogy betelepítették tótokkal, meg szászokkal, meg mindenfélével, és egy pillanat alatt megnemesedtek, magyarrá váltak. És mi gyakorlatilag az ő utódaik vagyunk. Szóval érdekes egy rendszer. Na, minden esetre
Képzeljünk el ilyen kis gyógyító tanyákat. Gyógyító tanyákat, működik a teljesség élelmiszerbe, állatba, munkába, és egyszerűen ezek az emberek meggyógyulnak, akik ide bejönnek a Kárpát-medencébe. Na most akkor beszéljünk egy pillanatra a természet felettiről. Most először nézzük meg azt a részét, hogy mi az emberben a természet feletti. Tehát az emberrel, mint fizikai lénnyel, tehát fizika alapján működő lénnyel elég komoly bajok vannak. Az egyik komoly baj az az, hogy gyakorlatilag bármilyen para jelenséget tud bárki produkálni. Tehát mit tudom, hogy föl tud rakni egy pénzdarabot a homlokára, meg tud hajlítani egy kanalat, meg tud egy gyufaszálat. Mutatok egy-két egyszerű kísérletet, mármint, hogy felrajzolok, azt ezt meg kéne próbálni, hogy van önöknél a própénz? Nem adózási célokkal, hanem ilyen, valaki adjon már kölcsön jelentős kamatra. A kamat? Mindegy. Nem, de ne olyan picit, az nagyon apró, nincs valami látványos. Valakinek ilyen 200 euró fémbe? Na, vegyünk már elő egy darab pénzt, jó? Egy darab pénzt mindenki vegye elő. Nincs, adok kölcsön jó kamatra. Vegyük már elő, és egy kicsit a kezünkkel melegítsük át. Amíg fogjuk a kezünkbe, addig mutatom a másik kísérletet. Tehát vesz az ember egy 20-30 centis, mi a fenét, cérnaszálat, ráköt egy gyufát, úgyhogy kiegyensúlyozva. Ez valahol fölrakja olyan helyre, ahol nincs levegő áramlás. Jó? És akkor elkezdi, oda rakja a kezét egy 5-10, az már nagyon kemény pénz, oda rakja ilyen 5-10 centire, és akkor elkezdi megpróbálni megpörgetni. Nagyon nehezen fog elsőre menni, azt előre megmondom, ez legalább egy fél órás gyakorlás, de van egy ilyen, hogyha az ember elképzeli, hogy egy kis gumiszál van a keze meg a gyufa között, akkor ez sok, akkor 10 perc alatt meg tudja csinálni. Most először meg kell billegtetni, utána meg kell forgatni, és amikor ez már rendesen megy, akkor 1-2 méterről, vagy akár a szomszéd teremből meg lehet ezt csinálni. Na most ez is egy kísérlet. Aztán van egy olyan, hogy egy pohár vízre rászórunk valami fogport, vagy valami olyan anyagot, ami lebeg a víz tetején. És meg kell, két kézre fogja az ember, és elkezdi forgatni. Ez egyébként ugyanaz az elv, mint az egeli kerék, ha valaki ismeri, ugye? Na, most már meleg mindenkinek a tenyere, meg a mi a fenéje a pénze, úgyhogy tegye föl a homlokára, jó? Tegye föl, koncentráljon rá, úgyni. Jó? Mindenkinek megvan? Ellenőrzöm. Pénzed nincs? Kedved nincs? Jó. Tehát ez megint egy olyan dolog, ami fizikailag nem magyarázható. Egyébként ennek még egy, én emiatt kezdtem el parajelenségekkel foglalkozni. Oda jött egy barátom annak idején még az atomkutatóba, és mondta, hogy na erre varják gombot. Nem tudtam. Na, minden esetre ezek azok a plusz dolgok, köszönöm szépen, amit mindenki tud produkálni, és nagyon sok ilyet tud, tehát legalább az egyiket mindenki tudja, de általában többet is. Eltűnt a pénz? Na, az meg már a Houdininek a magaslata, amikor el is tünteti. Remélem, hogy nem a fejedbe szívódott be. Na, komolyra fordítva a szót, következő történik. Tehát az ember... az ennél, amit ma tudunk róla, vagy ma vélünk tudni róla, ennél sokkal nagyobb lény. És például az egy nagyon érdekes kérdés, hogy egy marék rizsbe annyi kalória van, hogy egy téglát fel tudok a földre emelni vele, és egy kínai egész nap elkapál ezen az energián. Az a kérdés, hogy a többi energiát az honnan veszi. Na most a többi energiát onnan veszi, ez mondjuk keleti gyógyításokban elég közismert, van egy ilyen úgynevezett csakra rendszer, egy energia csokor rendszere, ami a gerinc mentén vezeti az energiákat. Tehát a gerinc, ezért fontos, hogy az ember gerince egyenes legyen egyébként, mert jóval több energia van. Van olyan, hogy megcsontkovácsolunk valakit, és egyszer elájul.
mert annyira nem volt addig energiája, kap egy rendes energiafröccsöt, és az sok neki, és kiveri a biztosítékot. Na most ez az energia, ami itt hajtja az embert, ugye tulajdonképpen ez adja a plusz energiánkat. Tehát a másik rendszer az csak ahhoz kell, hogy beinduljon ez a... Tehát olyan, mint az önindító, a fizikai szintű táplálékbevitel, azért kell, hogy a rendes motor be tudjon indulni. Na most ezt az energiát, ami jön le a Földre általunk is, minden élőlény által egyébként, ez van egy gyűjtőrendszer, ami összegyűjti. Ez a Hartmann zóna, ezt mindenki ismeri. A Hartmann zóna az nagyjából egy ilyen 1,80 körüli háló, 1,70-1,80 körüli háló, tehát durván akkora, mint egy ember. És az a feladata, hogy ezt az energiát szépen összegyűjtse és elvezesse, ami lejön a Földre. Na most van egy jóval nagyobb rendszer ennél, ami meg ennek a hálónak az energiáját gyűjti be, és ez egy rendszer, tehát egy rendszer sorozat, tehát vannak a lejvonalak, Born Gergő előadásaiból biztos ismerik már, tehát egyre nagyobb-nagyobb rendszer, és közben megjelenik egy olyan, ami az úgynevezett Szent György háló. Ez a Szent György háló, ez durván 5 kilométerenként van egymástól, tehát egy ilyen Szent György csomópont a következőtől az 5 kilométernyire van. Na most akkor nézzük meg, hogy mi történik egy ilyen helyen. Tehát ez azt jelenti, hogy erre is 5 kilométer, erre is, meg erre is. Ez egy 10x10 kilométeres valami, ami jellemzően egy magyar falunak a határa. Körülbelül ekkora volt egy faluhatár Magyarországon. Na most, ahhoz, hogy megnézzük a hálót, először nézzük meg a kis háló mit csinál, mondjuk egy ember jelenlétébe. Azt csinálja, hogy amíg az ember normálisan él, tehát ez azt jelenti, hogy áramlik át rajta az energia, harmóniában van a világgal, élvezi az ízét ennek a világnak, addig szépen kitolja magáról ezt az egészet. Van egy elég közismert kísérlet, hogyha egy tehenet, egy jól tartott tehenet bevisznek az istállóba, az kb. Egy olyan 10 méteres átmérőjű körbe kitolja maga alul a Hartmannt. És ez például, amiért az öregek szerettek istállóba aludni. Na most, ha viszont nem vagyok harmóniában a természettel, mert félelem van bennem, vagy gyűlölet, vagy harag, vagy csak úgy fikázom az egész mindenséget, hogy ez a rohadt gyurcsán, az a izé, és a szomszédom is de hülye, és a mit tudom én mi, akkor szépen alámászik a Hartmann. Miért? Azért, mert neki az a dolga, hogy begyűjtse az energiát. Ha bennem nem megy ez az energia, mert leblokkolom félelemmel, gyűlölettel, haraggal, akkor egyébként érzi az ember, mert egy gombóc keletkezik a gyomrába. Akkor fogja azt, egyszerűen bemegy alá. És ez az, ami ugye a természetgyógyászok réme, hogy kiméri a lakást, és akkor két hét múlva teljesen máshol van a rendszer. Hát azért, mert az egyik élőlény beszélget a másik élőlénnyel. Én a tájjal beszélek. Na most ez a beszélgetés, ez lehet egyéni is, de lehet csoportos is. Na most a csoportos beszélgetések voltak tulajdonképpen a szertartások. És ezek... itt történtek. Tehát a Szent György háló keresztpontjaira épültek a templomok, ez a mai napig kimérhető. Tehát ezek a régi templomok, Árpád-kori, koraközépkori templomok, mind Szent György háló keresztre épültek. Miért? Azért, mert ha itt valamit csinálok, akkor nézzük csak meg, a következő csomópontokig elmegy az információ. Tehát legalább 10x10 kilométerre eljut, mert aztán ennek vannak kisebb hálói, a lejvonalak, vannak még kisebbek, stb. Tehát ez egy pillanat alatt szétfut az egész rendszeren. Na most képzeljük el a következőt, itt voltak olyan szertartások, hogy emberek közös akarattal akartak valamit. Azért, mert közösség volt. Megint a magyar nyelvet hívjuk segítségül, közösség az mit jelent? Hát a közös ég. Tehát a közös program, közös istenkép, stb. Na most képzeljük el, hogy ezek az emberek valamit szerettek volna elérni. Mondjuk szerették volna, hogyha, mit tudom én, bő termés van. Vagy bármi, ami kívül, sok gyerek legyen a faluba, vagy mit tudom én, lila milka tehenek mászkáljanak az utcákon, tehát bármit akartak, az a lényeg, hogy hogy lehet ezt elérni. Úgy lehet elérni, hogy közösségként kell viselkedni. Tehát ez közös ég, az ugye azt jelenti, hogy közösen tudunk az Istenhez fordulni. Tehát
úgy is meghallgatja az embert az Isten, hogyha így egyesével molyol vele, de azért a közös teremtés az mindig, hát a melóba is. Hát én is el tudok egy mit tudom én, kupac trágyát hordani, de hogyha ugye segítenek a szomszédok, vagy a sógor, vagy valaki, azért hamarabb megy. Na most körülbelül ugyanez a helyzet ezzel is, hogy ha közösen kérnek valamit, akkor az meg sokszorozza a kérés erejét. Na most körülbelül lehet látni, hogy működött egy ilyen szertartás, hiszen mai napig is ennek a romjai működnek. Tehát ugye bemegyünk egy templomba, mit csinál az ember rögtön? Letérdel, az se árt, de elkezd keresztet vett, vannak ilyen, imádkozik, az is fontos, de hát azért úgy általában énekelni szoktunk, nem? Na most az a helyzet, hogy az éneknek nagyon fontos szerepe van, tehát az ének az a léleknek az összehangolását szolgálja. Mai napig elmegyünk kocsmázni, és ha már ugye egymásra hangolódtunk, akkor elkezdünk énekelni. Na most ezek a szertartási énekek, ezek voltak a szerelmes dalaink. Ez ma már gyönyörűen látszik. Tehát amikor az első szeretőről, az örök szeretőről, az igaz szeretőről énekelt a magyar, akkor bizony az Istenről énekelt, és az Istenhez rimánkodott. Na most képzeljük el, hogy egy közösség, egy ilyen, mit tudom én, napot is szeretem, holdat is szeretem, de fényes csillagot leginkább szeretem. Tehát egy ilyen jellegű dallal. Igen, azért itt még egy kis zárójeles valamit el szeretnék mondani, hogy most képzeljük el, ott is voltak surlódások, ott is vannak feszültségek, tehát nyilván, hogy voltak gázok egy ilyen közösségben is. Ez ellopta egy szekérfámat, az megmászta a lányomat, ez meg mit tudom én mit csinált. Tehát valahogy ott is egymásra kell hangolódni, és ezeket ki kell kapcsolni, ezeket a zavaró hatásokat, ami még egyszer mondom, a félelem, gyűlölet, harag, stb. Hogy tudták ezt megcsinálni? Most ez a döbbenetesebb az egészben, hogy úgy, hogy nem egymás felé fordultak. És mondok rá két példát, és mindenki meg fogja érteni. Itt vannak az esőcseppek, és itt a forrásuktól, a tengertől nagyon nagy távolságra leesnek. Ugye? És ezeknek egyetlen egy céljuk van, hogy ide visszataláljanak a tengerhez. És elkezdenek szépen összefolyni. De hogy folynak össze? Egymást keresik az esőcseppek? Nem, minden esőcsepp a tengert keresi, ahonnan jött. Tehát minden esőcsepp a forrását keresi. Tehát magyarul ezek az emberek akkor találnak igazán egymásra, hogyha nem fogjuk össze, meg alapítsunk ilyen pártot, olyan valamit, hanem mindegyik elkezdi az Istent keresni magától. És miután mind az Istent keresi, mind egy felé indul, tehát előbb-utóbb összefolyik. Ez a lényege a valódi közösségnek. Döbbenetes, mert ma, szóval mindig ezen gondolkodom, már nem tudod legyőzni, állj az élére. Tehát ezen gondolkodom, hogy mindig idő előtt akarnak mindent kirobbantani, és most például úgy érzem, hogy idő előtt akarnak közösségeket szervezni. Nincs még itt az ideje, annyi mocsok van még az emberekben, és annyi gyűlölet, és annyi harag, és annyi félelem, hogy ez még nagyon-nagyon korai. Tehát most az az időszak van, hogy érlelődni kell, és hát egyáltalán jó, én mint legkisebb fiú ezt meg fogom csinálni, de azért nem ártana egy kis tudást összeszerezni, legalább annyit, hogy mi a magyarság. Szóval megyünk hőzöngeni a Kossuth térre, és nem tudjuk, hogy miért. Ez a nagy baj. És ehhez kell pontosan ilyen módon viselkedni. Igen, találja meg mindenki az Isten, de tisztán magába. Tehát nem az, hogy most 168 órába átverem a másikat, vagy 167 órába átverem a másikat, és akkor vasárnap, mit tudom én, 9-től 10-ig, amennyit oda tudok figyelni, három mondat erejére, ugye fölköpök és aláállok. Szóval ez nem Isten hit. Viszont azt az Istenítet, hogy mindenki magába találja meg az Isten, de őszintén és mélyen. És utána azok az emberek, akik már megtalálták magukba, azok úgyis elindulnak egymás felé. És úgyis ideig, óráig lehet, hogy szétrebbennek, de ha megint felidézik a forrást, akkor megint arra fognak menni.
Most ez megint felidézik a forrást, ezek voltak a szertartások. Felidézték a forrást, azt, hogy ki az első szeretőit elhagyja, életében mindig csak azt siratja. Én is olyan szeretőmet hagytam el, amíg élek, soha nem felejtem el. És közben eszébe jut a szeretője, hogy Úristen, hát most mi bajom a Józsival, amikor nekem egyetlen egy vágyam, hogy visszatérjek az Istenhez, akkor ebben most mit zavar engem azt, hogy a Józsi hülye? És szeretettel gondolja Józsira. Na most abba a pillanatban, hogy ez a szeretettel gondol, ez kiteljesedik egy körré, ezek körtemplomok voltak, abba a pillanatban megnyílik az ég. És minden szertartásnak ez a lényeg, hogy nyíljon meg az ég, legyen olyan ereje, hiába mormolok ott, meg motyogok magamba, hogyha közben azt mondom, hogy mi atyánk, hogy a rohadt anyádat Józsi, ez így nem működik. Tehát ezeknek működniük kell, és újra működniük kell. Tehát az első cseppek nagyon jó példát mutatnak rá, de a mai szertartásokban is maradt ennek egy maradványa, hogy ez mi lehetett, csak erre már mi nem figyelünk oda. Most ugye úgy működik a szertartás, hogy megtöri a pap a kenyeret, és íme az én testem, ugye az utolsó vacsora emlékére, és íme az én testem, ami értetek töretett. Utána kitölti a bort, íme az én vérem, ami értetek ontatott. Na most, ha Krisztus testét magamhoz veszem, és vérét magamhoz veszem, akkor vele test vérré válok. Ugye? Ez a magyar nyelvnek egy gyönyörű működési képe, és csak a magyar nyelvé. Szóval ebből is látszik, hogy mi volt az ősvallás, de ezt most tegyük félre a magyarkodást. Van egy sokkal fontosabb dolog. Na most abban a pillanatban, hogyha én is testvérévé válok Krisztusnak, meg Gipszjakab is, akkor Gipszjakab ki lesz nekem? Testvérem. Ugye? Na ez a lényege a szertartásnak. Ez a lényege a szertartásnak, és ez egy ilyen szertartás képes volt arra, ott tényleg megnyílt az ég. Szóval ezt már nem veszük komolyan, ezt a kérés megadatik. Ez egy mondat a Bibliából, mit foglalkozok vele. Van ott jó vastag rész, ószövetség, fontosabb, stb. De ez az egy mondat a kulcsa mindennek a világon, mindennek. Kérés megadatik. És amikor az ember elfordul ettől a forrástól, mindig akkor van az, hogy elfelejt kérni. Ami nem baj, mert úgyis visszafordul, és ezek nagyon jó tapasztalatok. Az egész világ így működik, hogy itt a forrás, elkolbászolunk, pofon, visszatérünk. Elkolbászolunk, pofon, visszatérünk. Ez maga a világ, a virág. És tényleg így működik a világ, az életünk is így működik, egyébként egy nemzet élete is így működik, mert ahogy lent, úgy fenn, ez egy alaptörvénye a világegyetemnek. Tehát így működik. Mindenesetre most valahol itt tartunk. Ja igen, ez a forrás, hát ugye ez a Doppler effektus, amiről beszéltem. Tehát, hogyha távolodunk a forrástól, akkor a sátán, ugye, mélyhangrendű lesz, ha közeledünk, az Isten. Tehát ezt így is éljük meg. Tehát most valahol itt lehetünk a fordulóponton, ugye, hogy most már marha hideg van, meg marha sötét van, meg mindenki már baromira unja. Egyébként ezt le lehet mérni, nagyon jól le lehet mérni az embereken. Tehát ez teljes nihilizmus, hogy úgyse lesz itt már semmi, hagyjatok meghalni, kicsi vagyok, húk vagyok, vigyél hazát. Ez nem egy magyar mentalitás. Ezt egy kínai bármikor megteheti, meg Hanzi is megteheti a 600-as mercébe, de mi nem tehetjük meg, mert nem ez a dolgunk. Na, tehát az a lényeg, hogy ez a rendszer, ez így működtette a tájnak egy szegletét, egy falunyi szegletet. De még ennél is nagyobb rendszerek vannak, és ezek a csillagösvények. Na most a csillagösvényekről annyit kell tudni, hogy ezek már nem ilyen, ezek se ilyen szép raszterek, ez akkor ilyen raszter, hogyha nincs zavaró tényező, nincs ott egy hegy, nincs ott egy forrás, nem húzza el a domborzat, tehát azért ez se így néz ki. De a csillagösvények, azok már nem is ilyen rendszert alkotnak, ugyanis azok a fő folyók, amik behálózzák ezt a rendszert. Most képzeljük el, akkor most innentől ideig legyen az eurázsiai térség, és ez például Deniken könyvei tele vannak ilyenekkel, hogy milyen érdekes, ezeket a katedrálisokat egy vonalra építették. Meg ezek a druida kövek, ezek egy vonalon fekszenek, meg a Stonehenge, meg a mit tudom én micsoda. És ha az ember ezeket összeköti,
akkor természetesen mind a Kárpát-medencébe metszi egymást. Miért természetesen? Azért, mert ez a rendszer középpontja. Hol a fenébe metszeni? Hát ez a súlypontja is egy rendszernek. Tehát akármilyen vonalat húzok keresztbe, az át kell, hogy menjen a súlyponton a Kárpát-medencén. Na most ez az érdekes az egészben, tele van ilyen vonalokkal az egész Kárpát-medence. Na most ezek a vonalak, ahol találkoznak, ott vannak a legnagyobb szent helyek. Ugyanis ezek tulajdonképpen energiaszállító folyók. És amikor két ilyen találkozik, mindig egy örvény lesz. Most ezek az örvényterek, ezek úgy működnek, mint az emberbe a csakrák. Tehát tulajdonképpen ezeken keresztül kommunikál az ember, kommunikál. Tehát ezeken keresztül beszélget az ember az Istennel. Mondjuk ki nyugodtan néha. Morfogenetikus mező helyett néha nyugodtan mondjuk Istent, annyi még elfér egy előadásban, nem? Na, tehát ezek a nagy országos szent helyek. Na most mit jelent az, hogy országos? Az azt jelenti, hogy a Kárpát-medence ilyen uruságokból állt, ilyen országokból, Somogyország, Gömörország, Szepesország, ilyen ország, olyan ország, amolyan ország. Na most minden egyes ilyen uruságnak, országnak megvolt a maga szent helye, és az országok abba különböztek, tehát ezek ilyen elég nagy tájegységek voltak, és teljesen önállóak voltak. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ugye, hogy egy darabig ugye, család, nemzetség, törzs, mit tudom én, micsoda, egy darabig megy ez a rendszer, mint ahogy van faág, vastagabb faág, stb., de egyszer csak összeáll belőle egy önálló lény, egy fa. De ott még nincs vége a szerveződésnek, mert a fák meg összeállnak egy közös célért, hogy mondjuk védjék egymást, meg távol tartsák a szelet, meg tudjanak szaporodni, stb. Tehát egy erdővé áll össze, ahol ráadásul különböző fák vannak, és mind-mind egymást segítik ebbe a rendszerbe. Na most tulajdonképpen a Szent Korona országai így álltak össze, de mindegyiknek ez volt a lényege, hogy egy-egy ilyen országnyi területen voltak. És a közös cél pedig ez volt az a bizonyos Szent Korona szellemisége. Tehát most már látjuk, hogy természetileg hogy állt össze. Mindegyiknek volt egy ilyen nagy szent helye. Hogy működnek ezek a nagy szent helyek, azt talán Csíksomjon lehet a legjobban lemérni, mert az ébredezik most a leginkább. Ennek van egy piszok egyszerű magyarázata, azon gyorsan átfutunk. Kárpát-medence az úgy néz ki, hogy van egy magja, egy alföldi része, meg van egy még ettől is elválasztott külön rész, ez meg a szikje. És a kettőnek ugye ez a közös burkolója, a Kárpátoknak a karámja. Na most a sziken belül, hát ugye arról veszünk észre, egy ilyen magnak arról veszük észre a kinyílását, elindulását, hogy a lappangó életből mikor csattan lesz, vagy mikor lesz valós élet, hogy a szikje meg fog duzzadni. Tehát most a Kárpát-medencében a székelység mozog talán a leginkább. Tehát most már lassan lesznek normális vezetőik, lesz autonómiája, hát már nagyobb a demokrácia ott, mint itt, meg fele ennyi az adó, meg egyébek, tehát úgy kezdik tuningolni, kezdik felszívni magukat, ugye? Tehát a szik duzzad, és hogy még érdekesebb legyen az egész, a sziken belül is van egy hely, ahol ez nagyon látványos, ez pedig a Csíki-medence. Na most Csíkba, ugye a csí az a, ugyanaz, mint keleten a csí, vagy a csípős csíra, stb. Tehát ezek az életerővel kapcsolatos dolgok. És ott onnan ered a Csíki medencéből, ered egy olyan folyó, amivel a többivel ellentétben nem befele folyik, hanem kifele. És az a neve, hogy Olt. Vagy hogyha azt mondom, hogy ez a fix minőség benne, a többit azt lehet lelkesíteni, akkor azt is lehet rámondani, hogy onnan ered az élet. Igen. Tehát ma Csíksomjónak a működése az egyszerűen az, hogy egy ilyen alvó állapotból az életbe hozatal az elképesztő energiákkal jár. Tehát az évkörön belül nem véletlen, hogy tulajdonképpen csak a korsba tud, ebbe a hatalmas kirobbanó energia áradatba tud ez megvalósulni. Na most ehhez sok ember kell. Én megkockáztatom azt is, hogy több ember kell, mint a lakossága egy adott területnek. Hát azért 1 millió ember jár oda Csíksomjóra állítólag, vagy még többen, hát az egy elég hatalmas mennyiség.
És ezek az emberek mit mondtam, mit csinálnak? Az, hogy itt vannak, aki szőrszálak, minden egyes ilyen ember kell egy szőrszálot, ugye? És szépen egyelőre csak ott vannak, de szépen már is közvetítik az energiákat, ugye? De mikor van az energiaáradat? Mikor érzünk mi energiaáradatot? Hát érezzük, mert föláll a szőr a kezünkön, a hátunkon, stb. Ha fölveszünk, föl tudjuk venni a kapcsolatot legalább arra pár pillanatra az Istennel. Ugye? Akkor érezzük ezt az érzést. Mindenkinek volt már biztos ilyen érzése. Na most gondoljuk el, jó, egyelőre csak ott van, és egy-két ember, meg egy-két pillanatra ténylegesen megy ez az energia. De gondoljuk el, nem tudom, ki volt már a Csángó misén. De gondoljuk el, hogyha ez a két szertartás egyszer helyet cserélne. Ugye? Egy pillanat alatt lángba borulna az az egész. Most tulajdonképpen ez történik ma a Csíki medencébe, a Csírába, és ha a Csíra elindul, az annyit jelent, hogy onnantól kezdve már kívülről is tud felvenni energiát, és onnantól kezdve gyakorlatilag határ a csillagoség. Tehát egy pillanat alatt, most képzeljük el a következőt, ugye elmegy az ember egy csíksomjai búcsúba, és utána azért pár hétig normálisan érzi magát. Van energiája, ide nekem az oroszlánt is, megváltom a világot, stb. Most gondoljuk el ezt egy állandó érzésként. Mindig lenne energiánk, mindig meg akarnánk váltani a világot. Ugye? Na most, ha ezek a szent helyek beindulnak, abban a pillanatban ez általánossá válik ez az állapot. Tehát nem mint a zombik, így elnézegetem ezeket a metrózókat, ott a izéket, hogy ott kapaszkodnak, és épp testbe épp, hogy élek. Szóval ez lenne az általános állapot, amit ott Csíksomjón érez az ember. Na most, mit lehet tudni erről a jövőről? Egy pár dolgot biztosan lehet tudni. Egyrészt mindenképpen, ha kialakul, miután természeti mintát követve fog kialakulni, mindenképpen természetes hatalomnak kell lenni. Tehát természetes hatalom nem lehet más, mint egy szakrális típusú vezetés. Ez annyit jelent, hogy most teljesen mindegy, hogy kinek mondjuk, hogy törzsnek és törzsfőnöknek, vagy királynak és országnak, vagy rendeknek, de az a lényeg, hogy egy kettős hatalom. Kettős hatalom, ez a két fél, ez egyenrangú. Az egyik hatalom, az felülről vezérelve, el tudja végezni a finom munkát, ez a király. A másik hatalom viszont a tapasztalatától vezérelve, és a tapasztalati szűrőn. Most képzeljük el, hogy sok millió embernek a tudása leszűrődik, és kicsapódik mondjuk egy népmesébe, vagy egy népdalba, vagy egy néptáncba. Tehát ez egy elképesztő kollektív bölcsesség. Ez a másik hatalom. És ez a két hatalom, ez kiegyensúlyozva működik. Ez azt jelenti, hogy ha rossz a király, elzavarja a rend, ha rossz a nép, megfegyelmezi a király. Gondoljunk Szent László törvényeire. És képzeljük el, itt van egy teljesen szétkurvult ország, mondjuk a jelenlegi állapot. Ugye? Mindenki lopcsal hazudik, tisztelt a kivételnek. Aki meg kivétel, azt rákényszerítik. És képzeljük el, hogy megjelenik egy Szent László. És azt mondja, hogy loptápajtás, bal kéz le. Hát milyen percek alatt már meg lehetne azt a népet rendszabályozni, ugye? És akkor szidjuk, hogy hát milyen kemény volt. Hát nagyon kemény volt, de különben generációk sora megy rá, ami kijavítja azt a hibát, amit az előző király csinált. Így meg pikpakra rendbe jött az ország. Tehát ez az első, hogy szakrális uralom, és a szakrális uralomnak van még egy fontos összetevője, mindig páros, tehát a királyi hatalom az mindig páros. Király és nádor, törzsfőnök és varázsló. Tehát ez pedig az, hogy van egy befeleforduló minősége, mondjuk normális esetben ez a varázsló, ez tudja, tehát tulajdonképpen ez veszi föl az Istennel a kapcsolatot, és a másik pedig a végrehajtó hatalom, ez meg a nádoré, vagy a törzsfőnöké, ez az, aki effektíve mozgásra alakítja, és mozgatja a népet. Na most ez az egyik, amit tudunk, mi a másik, amit tudunk, hogy a természetben minden a másikért él. Ez az érdekes. Tehát látszólag az evolúció nem erről szól, ugye? Mert a lassabb nyúl fog elpusztulni, meg a lassabb róka, meg a mit tudom én micsoda, de a róka a nyúlért él már, és a nyúl a rókáért él. Tehát ezek az egymásba fonódó rendszerek, ezek mind-mind hierarchikus rendszerek, és egymásért élnek.
És ez a lényege tulajdonképpen a szerves kultúrának, hogy egy szerves kultúrában az emberek egymásért élnek, a másikért élnek. És ha valaki meg akar tudni valamit a szerves kultúrákról, a magyar szentkolon az egy rendkívül bonyolult és kifinomult rendszer volt. De ha valaki meg akar tudni egy nagyon egyszerű rendszert, akkor az elolvassa a Vithírét az igazaknak című könyvet, és abban benne van, hogy ausztrál benszülöttek, hogy működtettek egy szakrális rendszert. És gyönyörűen leírja azt, hogy mindenkire szükség van a közösségben, mindenkire, és egytől egyik fontos. És lehet, hogy az a nő az csak annyit tud csinálni, hogy meghallgatja a másikat, nem is mond semmit neki, csak meghallgatja, és mégis milyen fontos. És ha ez kiesik a szerepéből, akkor szétesik a közösség. Na szóval ilyen dolgokkal van tele. Tehát ez a viselkedési modell, ez a másik értélés, amit még tudunk. Mi az, amit még tudunk erről az egészről, hogyha ki fog ez fejlődni, mi fog még történni? Hát például az, hogy nem maradunk a Kárpát-medencébe. Ez gyönyörűen mutatja az előző kirajzások sora is. Most annyi fog történni, hogy nem, egyébként ez gyönyörű, a Védákban benne van. Tehát a Védákban jugákra osszák az emberiség történetét, és minden juga valami által vészel az emberiség, ugye? Legutoljára jugák leírják, hogy az bizony milyenféle vízözön által. Most mit mondanak? Tűzeső és vérözön. Ez a legújabb buli. Na most az a lényeg az egésznek, hogy ez nem a mi dolgunk, hogy megteremtsük a feltételeket a magnak. Magyarul nem a mi dolgunk, hogy tavasz legyen. Ezért mondtam az elején, hogy valamit bízzunk a Jóistenre is. De hogy tavasz lesz, az tuti. Ennyi lett volna az előadás. Köszönöm a figyelmüket.